Gazdag programmal készül a Cserepes Kft. A kommunizmus áldozatainak emléknapjára. Garai Klárát, a Cserepes Kft. Ügyvezetőjét kérdezem, hogy pontosan mire számíthatnak azok, akik esetleg ellátogatnának ezekre a programokra, és egyáltalán kiknek szervezik ezeket, kiket várnak. Igyekszünk több réteget is életkor szerint megszólítani, tehát lesz például rendhagyó történelem óra a civilházban, középiskolás diákok számára Ungári Krisztián előadása után egy interaktív beszélgetés a közelmúltnak a történelméről, mert sajnos nagyon sokan nem beszélnek, és nem is beszélhettek az idősebbek a 40-es évek végén, 50-es, 60-as években történtekről, és szeretnénk mindenkit megszólítani. Tehát az ifjúságnak lesz ez a rendhagyó történelem óra, de a mai napon, a 22-én, 14 órakor bemutatunk egy nagyon érdekes könyvet, az Uglói Pofosz elnökének szerkesztésében megjelent Mezőtúri Requiem című kiadványt. Ide jönnek a mezőtúri diákok és a többi szerző, akik közreműködtek a könyv létrejöttében, és nagyon érdekes ez a könyv, és nagyon érdekes, ahogy itt a helyiek hozzáállnak ehhez a dologhoz. Ugye egészen onnan indul mezőtúr története, hogy a háború után még magukhoz se tértek az emberek, igazából még a békének is alig-alig tudtak örülni, amikor már is a nyakukba kapták a kommunizmus rettenetét, és jöttek a kuláküldözések, a kitelepítések, a vagyonelkobzások, a kényszervallatások, tehát a legkülönbözőbb szörnyűségeken mentek át az emberek, és mi nagyon örülünk annak, hogy a helyi Pofosz elnöke ilyen ambiciózus, és akarja, hogy a utókor is értesüljön ezekről a történésekről. Budapesten ez meg különösen érdekes, mert nagyon sokan úgy kerültek Budapestre, hogy éppen ezek elől, az üldözések elől jöttek el a szülőföldjükről, és próbáltak munkát és életlehetőséget keresni abban az időben iparosításnak indult Budapesten. Ugye erről a könyvbemutatóról a nézőink, akik korábban erről nem értesültek, már lemaradtak, hiszen mire adásba kerül ez a beszélgetés, addigra már mögöttünk van, de a könyvet persze ők is elolvashatják és megnézhetik, illetve ellátogathatnak, ha jól tudom, a kiállításra, amelyik a Zuglói Civilházban nyílik. Igen, igen, március 27-éig várjuk a látogatókat a civilházban az Állambiztonsági Szolgálat Történeti Levéltárának kiállítására. Itt egy nyílt társadalom alapítvány közreműködésével jött létre egy nagyon gazdag kiállítási anyag. Ez egy kicsit távolabbi idősíkot ölel fel, hiszen itt az Európa Kiadó zenekar megjelenéséig egészen odáig elmegyünk, hogy hogyan próbálkozott a művészvilág kibújni az akkori rigorózus, szigorú szabályok alól. És ez már akkor a 70-es, 80-as 70-es, 80-as évek, igen, igen. Tehát itt azt hiszem, hogy a legkésőbbi tárgy, amit meg tudunk nézni, az a rendszerváltó értelmiségnek a fax gépe, amin ők terjesztették és tartották a kapcsolatot akkori egymással. Tehát ez is egy nagyon érdekes kiállítás. Aki nem tud eljönni a kiállítási megnyitóra, én őszintén nagyon jó szívvel ajánlom, hogy március 27-éig nézzék meg ezt a kiállítást, mert nagyon gazdag anyag, és akár én el tudok képzelni unoka nagyszülő látogatást is, mert a nagyszülők ugye megélték ezt a kort, az unokáknak pedig ez a nagyi története. Tehát egy ilyen jó kis családi kirándulás is lehet. És 24-én, február 24-én pénteken pedig egy emléktáblánál tartanak megemlékezést. Igen, a bosnyáktéri páduai Szent Antal plébánia templom bejárata mellett van egy emléktábla egy fiatal papnak az emlékére, aki Zuglóban is eltöltött egy kis időt az életéből, és ő is az akkori egyházüldözéseknek esett áldozatul, és ilyenkor február 24-én a képviselőtestület tagjai, polgármester
Budapesten országgyűlési képviselők oda mennek, és egy szál virággal, minden különösebb ünnepség meg rendezvény nélkül csak elhelyezik oda ezeket a virágokat. De gondolom annak sincs akadálya, hogyha valaki a zuglói polgárok közül szeretne csatlakozni hozzájuk, ugyancsak megemlékezzen egy szál virággal. Természetesen ez ugyanúgy működik, mint az október 23-ai megemlékezésnél szokott lenni, hogy a lakosságot is és az emlékezőket is megkérjük arra, hogy jöjjenek, és ők is tegyék le ide azt az egy szál virágot, amit esetleg távoli rokonuknak vagy családtagjuknak szánnának. Köszönöm szépen! Én köszönöm.